Ricsi vagyok. Én pedig Zoli. És ez itt a Mondj Igent a fotósra. Ma Via és Balázs esküvőjére érkezünk. Még érkeztünk, és most megyünk és lefotózzuk Via készülődését. Lefényképeztük Via készülődését, és villámsebességgel elértünk a Székesegyházhoz, ahol találkoztunk a vőlegényebb Balázs. Hogy érzed magad? Jó, izgulok, de minden fasza. Jó, annyi belefér, annyi kell is. Balázs, nyilatkozzál Isten és az Anya Szent Egyház szín előtt, akarod-e a jelenlévő Violettát feleségül venni? Akarom. Mondd tehát utána. Violetta, Isten szent színe előtt, feleségül veszel. Violetta, nyilatkozzál Isten és az Anya Szent Egyház szín előtt, akarsz a jelenlévő Balázshoz feleségül menni? Akarok. Mondd tehát utána. Balázs, Isten szent színe előtt, feleségül megyek hozzád. Túl vagyunk a templomi szertartáson, ahogy láthattátok, és megérkeztünk a helyszínre, ami a Grandior Bor Bistro, én meg megtanulok beszélni. Túl vagyunk a szezon eddig legjobb vacsoráján, és ahogy halljátok, kezdődik a nyitótánc. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Július végén volt az esküvője Viának és Balázsnak, és most augusztus közepe van, és épp a kreatív fotózásukra igyekszünk, nem tudom mennyit láttok belőle, de itt vannak mögöttem, higgyétek el. És kreatív fotókat fogunk róluk készíteni itt Orfűn. We'll be right back.
azt kell mondjam, hogy az első helyszín elég nagy szerencsénk volt, pont volt egy kicsi beszűrődő fényünk még. Eléggé párás most a levegő, úgyhogy ezt látni fogjátok majd a képeken, vagy már láttátok is, hogy mennyire király. Úgyhogy most megyünk tovább a következő helyszínre, amiről én még nem tudom, hogy mi lesz, de mindjárt megkérdezem a párunkat. Fotózás végéhez. Kettő kérdést fogok még nektek feltenni itt a végén. Az egyik az, hogyha valaki most kezdi szervezni az esküvőjét, és még semmit nem csinált, még nem kért árajánlatot, nem csinált semmit, annak mit tanácsoltok? Hát igazából nem az esküvő szervezéséhez, de a magához az esküvőhez annyit, hogy gyorsan el fog menni, tehát próbáljátok megélni az egészet. Ez egy nagyon jó tanács. A másik pedig az a másik kérdésem pedig az, hogy mi az, amit másképp csinálnátok, ha most állnátok neki a szervezésnek. Hát fotóson lehet, hogy elgondolkoznánk. Ti vagytok az első, akik ezt mondják, és ez egyébként jó. Nem, amúgy semmit. És a Ricsi is nagyon jó. Jó, hát köszönöm szépen. Mi még fogunk csinálni valószínűleg egy-két csillagos felvételt, hogyha ebben az időjárás a segítségünkre lesz, ez majd kiderül. Ezt még ti látni fogjátok itt a végén. És nem tudok nektek mást mondani, mint amit szoktam is, hogy iratkozzatok fel, és bekérjetek a like gombra. Sziasztok! Az Istvánék voltak a videósok, nagyon jók voltak. Őket külön meg fogom jelölni.